Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a szakálmetál autóalkatrész. Ez itt a szokásos kétheti podcastünk, ami három Két hétre hét? érkezik. Az a Check hét. Engine kétheti podcast. Ötje, ami ezúttal három hétre érkezett a stúdióban Vince Dániel. És Turcanta a kollégám. A múltkor egyébként ez rosszul esett, amikor Imádnával a podcast és megörültenek, hogy valaki bemutatott, pedig én mindig beszoktalak bántottál Ez bántotta a lelkemet egy kicsit, nem mindegy. De tudjuk be ezt a szokásos kialvatlanság. Kezdjük azzal a Rahedli szolgálati közleménnyel, ami van. A első körben. Az első és legfontosabb. Van nagyon frankó terrudis kulcs tartunk, amihez szokásos módon fog kapcsolódni egy nyereményjáték. Igen, hadd mondjam a feature-öket. Teljesen úgy néz ki, mint az igazi terrudi, tehát ki van emelve, terep gumikon. Fényhíd, sőt a, a géptetőn kikandikál a turbó, minőségi kivitelezés, és két oldalas, nem ám ilyen kutyaütő, hogy az egyik oldal a tényes jönyör, hanem kényszer. a megszokott minőség. Hány darabunk van ebből? Rengeteg. Néha. Ott, ott az a hatalmas doboz, de Igen, nem számoltam. azt hiszem 700. 700! Hetes. 700 darab hát, Rudi, ami elérhető az Amon Oliver webshopban. Így van, teszünk linket a leírásba. Meg az első kommentbe, és ugye itt most az a hozzáadott érték, hogy lehet nyerni autóztatást a Terudival, vagyis nem tudom, médiatörténeti pillanat, be lehet ülni a Terudival. Én ültem már benne. Én Jó, is. Buli. Elég para. Így Amikor van. megelőztük a biciklistát. <laughs> <laughs> Ennek őrült a legkevésbé valószínűleg, de igen. Így van. Ö, és, és hogyha már a webshopról beszélgetünk. Bocsánat, itt ugye az a dolog, hogy 12 embert tudunk elvenni vele. Így van. Mert ugye az autóban van négy ülés, amely biztonsági jövekkel rendelkezik. Az egyik Oliveri értelemszerűen hiszen ő vezet, és a másik háromba pedig 12 szerencsés ember egy még meg nem határozott és ki nem talált forgatásos autóztatás alkalmával be tud Le, lőni. Hát így van. Szóval érdemes itt is, hogyha azon kívül, hogy a kulcsodon szeretnéd ficegtetni a terüdit, szeretnéd bele is ülni, akkor, akkor érdemes vásárolni a webshopban. És ahogy az imént említettem, a webshopot, hogyha már említettük, akkor ebből a pulcsiból van még néhány darab, ha esetleg még nem tudtál venni, limitált darab száma, illetve méretben elérhető. Nem jó a sorrendani. Ugyanis, hogyha téged nem annyira a terepes autózás vonz, hanem inkább a pálya jellegű autózás vonz, akkor még mindig vannak helyek a Cayenne taxiba, a HDT Cayenne taxiba, ami, 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 kis Porsche Cayenne turbónk átalakítva pályaversenyzésre. Abban Oliver mellett négy darab hely van, és most hát séróból meg nem mondom, hogy még hány darab elérhető, de az biztos, hogy az is remek buli, és ez most lesz május 31-én a kakucsringem. Igen. Egy SSGT Pontosan ez egy pénteki nap. Egy pénteki nap, igen, ez egy kicsit megnehezíti a részvételt, de talán több embernek esélye van, aki nem csak hétvégénére. Igen. úgyhogy ide még mindenképpen tudtok vásárolni helyeket, szürreális élmény, én többször ültem benne a kakucson, utasként és sofőrként is, döbbenetes, hogy mire képes ez az, az autó. És hol több időt a pályán, vagy mellette? Ú, jellemzően inkább a pályán, egyszer, amikor már egy kicsit eltűnt a gumi meg a fék, akkor volt egy mellette is. Ezt Igen. nem lehetett kihagyni, sajnálom. Semmi gond. És akkor úgy van egy harmadik szolgálati közleményünk is, hogy elindult a Check Engine Patreon oldala, ahol hát úgy döntöttünk, hogy nem lesznek extra tartalmak, hanem ha nem ez inkább annak szól, hogyha szeretnétek minket támogatni. hogyha ha szeretnétek, tetszik. amit csinálunk, és szeretnétek kifejezni ezt néha YouTube-on szuperközi formájában is meg szoktátok tenni. És amit nagyon köszönünk. Így van, mindig hálásak vagyunk értésről, és jól esik az ilyen jellegű támogatás, de hogyha szeretnétek ezt akár rendszeresen, vagy akár más formában megtenni, akkor ezt a Patreon oldalunkon, Patreon, nem tudom Patron. Patron, Patron. Patreon oldalon meg tudjátok tenni, és erről is köszönjük a támogatásokat. Így van, és mi ezt a patronot egy kicsit inkább a másik oldalról közelítjük meg, tehát hogyha valaki itt komolyabb összeggel száll be a buliba, akkor az ő nevét, vagy az ő cégének a nevét, vagy az ő cégének a nevét és logóját kitesszük videók elé. Tehát, hogy itt nem az van, hogy extra tartalomért cserébe kérünk pénzt, hanem hogyha adtok pénzt, akkor tudunk adni egy kis extrát. Évre szólóan. Szóval ezek mennek nálunk meg a bárányfelhők, és persze De még... a bárányfelhők a Dani féle menőbik púcsi az még úgy akad. Viszonylag kevés méret van már, és abból is kevés darab, de hogyha szerencsés vagy, és a te méretedből van, még akkor a webshopon tudsz rendelni, de tényleg már csak néhány darab van, illetve a baseball sapkából is akad még, de mivel fedett helyen vagyunk, azt nem vettem föl. Meglehetősen parése lett volna. Így van. Ja. És csak ezt most a videónézőknek mondom, hogy tesztjelleggel elindítottunk egy TikTok live-ot így a felvétellel, hogyha időnként a telefonomat nézem, akkor nem Tinder ezek, vagy ilyesmi, hanem a TikTokon csekkolom, de azt nézem, hogy a kommenteket itt nem nagyon látom. Ö, én, igen, én sem. De... Lehet, hogy azért, mert nincsenek. Igen, úgyhogy így a kommentet. Sziasztok, srácok, jó reggelt! Most érkezett a F40 kommentje, aki eh, gondolom egy Ferrari rajongó, mert hogy azért F40 nem, nem, nem egy mr van, hanem egy <laughs> Ferrari F40. Így van. Szóval jó reggelt a TikTok nézőknek is, illetve... Jó estét azoknak, akik pedig ezt a kedves élesítés után nézik. <laughs> így van. Ez az jó van, ez így be úgy bírom, hogy boldog, boldog keddet mindenkinek, aki élőben van, meg szerdát, akinek a vágottat nézi. <laughs> Igen. Zseniális megoldás. No de, voltak a hétvégén kevésbé vidám események, jeles lobbal az 58-as úton, amivel Ez én... Egy újabb tragédia sajnos. Igen, és én ezzel úgy jellemzően bajba szoktam lenni, hogy most ilyenekről beszéljünk, vagy ne beszéljünk. Legutóbb, milyen ilyen dilemma volt, az a, az, a, az is baleset. Igen. Igen. Mert hogy van az, az amúgy teljesen jogos érv, hogy mások halálán ne szerezzünk kattintásokat, meg, meg megtekintéseket, meg van az is, hogy alapvetően a check engine valamennyire egy közszolgálati dolog. Tehát, beszélni hogyha, kell ezekről a dolgokról. Hogyha a puszta szörnyűködésen, tunkoláson, nem tudom, hogy mi a kevésbé kultúr, kultúráltan kifejezés, ha azon túl valamit hozzá tudunk tenni, akkor szerintem tök fontos, hogy beszéljünk róla. Igen. És úgy gondolom egyébként, hogy szokott sikerülni az objektív, erről beszéltünk már a legutóbbi podcastben is, ugye, amikor a rally balesettel kapcsolatban jött rá, ja. hogy, hogy Amúgy sem jellemző ránk, de így ezzel a témával kapcsolatban sem estünk bele, szerintem abba a hibába, hogy itt tunkoljunk ezzel kapcsolatban. Igen, hát, lekapcsoltam és... a hirdetéseket, igen. aztán a YouTube lekapcsolt. Mindenfajta, tehát hogy ugye nem minden hirdetésre van rá hatásunk, mint csak igen. a videóközieket tudjuk kilőni, de de nem tettünk rá, ez sem szponzori nem volt, igen. Igen, aztán a YouTube a teljes monetizációt lekapcsolta, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben amúgy így helyes. Szóval. Mm, Nehéz, nehéz, és hogy az a baj, hogy nem, nem olyan rég volt még ez az Árpád-hidi tragédia, és hogy most azért nagyon nem... hasonló hozzá ez. Nagyon hasonló, és azért nem álltam neki videót csinálni, mert mi az, amit most elmondasz, amit akkor nem mondtunk el. Főleg, hogy nagyjából nem, nem tudunk még semmi. Erős autókkal, fiatalok közlekedtek az indokolatlanán nagyobb tempóval, és katasztrófa lett a vége. Igen, Tehát azt, azt láttuk a, TV2-nek a, a, szimuláció, olyan tényekben volt egy ilyen, egy ilyen, animáció, hogy mi történhetett, hogy ment elő az s Audi, mögötte az AMG GT, és az Audi, hát egy lekanyarodó Swiftet, et Ignis, bocsánat, még éppen csak ki tudott kerülni, de már beleért, és a és a, a Merci viszont már telibe kapta, neki is ott egy fának, és hát ott a Mercedesnek a sofőr és meg az utas is szörnyet halt. A az Ignisben ülő nagymama és az unokája pedig hát súlyos állapotban vannak. Voltak ilyen hírek is, hogy a nagyon meghalt. De, 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 amin inkább elszörnyűködtem, mert, mert nyilván a baleset is borzasztó, de hogy milyen reakciókat vált ki az emberekből. Tehát, hogy néztem a, a kommenteket a különböző felületeken, és ugye megint megjöttek az önkéntes rendőrök, aztán meg tiltsák be, börtönözzék be mit tudom én, ne adjanak el autót 300 lóerő felett, én ezzel amúgy nem értek egyet, aztán jöttek, akik elkezdték a suzuki sokat ekézni, hogy hát tudjuk milyenek a suzuki sok bőven ők voltak a hibások, és ez szerintem ez gusztustalan, mert még nem tudunk semmit. Borzasztó, hogy mennyi rossz indulat és feszültség van az emberekben és hogy ezt ilyen igen. formában élik ki, nekem ez mindig döbbenetes minden minden hasonló témával kapcsolatban. nincsen, nincsen semmi biztos információ ezzel kapcsolatban, és mégis pálcát törünk ez vagy az fölött. Bármi és akármi is történhetett. Tehát Igen. Tényleg simán lehet, hogy az egy szabálytalan lekanyarodás volt. De hogyha egy szabálytalan lekanyarodás is volt, hát a senkinek nem kell arra felkészülve lennie vezetés közben, megérkeznek azon. a hátad mögött kétszázzal. Tehát anyukám ugye rendőr, és mesélt egy ilyen balesetről Esztergomban, ahol egy ladaszamara kanyarodott ki még ott Esztergom a 90-es években, amikor így elkezdtek ezek a sportmotorok beáramlani, uh -huh. és belecsattant a sportmotor a szamarába. És hát nyilván a, a első körben elkoztatták a szamarást, uh -huh. Még nem aztán a szakértő megállapította, hogy a motor a megengedett sebességnek a másfélszeresével, duplájával érkezett, és hiába nézett körül az autós, uh -huh. egyszerűen, mire megkezdte, nem a, manővert, rá mire megkezdte a manővert, a motoros már. És hogy, hogyha az a Mercedes tényleg 200 km per órával ment, azt beszéltük előbb, hogy az ilyen 50-60 méter per szekundunk, tehát hogy másodpercenként 60 méterrel van arrébb. Nincs az az ember, aki megállapítja, hogy ő hol tart éppen a térben. Tehát lehet, hogy amikor a, az ignis először először körülnézett, akkor még egy, egy, fénypont volt a távolban, és úgy készült föl, hogy mire odaér, addig rő már. Szóval ez érthetetlen az egész. És nyilván vannak ilyen hangok, hogy te úgy betiltanád az erős autókat? Nem, viszont az egy jó megoldásnak tűnik, hogy korlátozni kellene, mert tegnap beszélgettem egy barátommal így ezzel a kapcsolatban, és, és, megegyeztünk abba, hogy mi is hülyék voltunk fiatalkorunkban, de 50 lóerős autókkal voltunk hülyék, és nyilván meg lehet halni az 50 lóerős autóval is, de, de az, hogy milyen teljesítmény, milyen könnyedén a rendelkezésedre tud állni, ez, ez rémisztő igazából, és ez hogyha korlátozva lenne, akkor úgy gondolom, hogy ez nem lenne hátrányára a, a társadalomnak. Hát igen, csak tudod, ez meg egy olyan dolog, hogy hogyan korlátozol, hogyan korlá... tehát hogy a hozzáférhetőséget hogyan igen. korlátozod egy igen. ilyen autó. Igen, és ugye a kis hazánkban tudjuk, hogy ez hogy működik, bármennyire is szomorú, hogy aki, aki szeretné, az úgy is meg fogja oldani, mert valamilyen kis kaput biztos, hogy fog találni rá. Hát hogy egész egyszerűen az autó benzinnel megy örök <coughs> ami... Ami nehéz, meg, meg beszélgetünk arról, hogy mi alapján korlátozott, tehát ha mondjuk egymás mellé teszel egy 8-as Golfot, ami mondjuk egy 5 TSI 150 ló, uh -huh. meg egy Civic VT a 90-es évekből, ami 160 ló erő, hogy melyikkel lesz nagyobb? Tehát, hogy mind a két autó... Biztonságosabb a Golf, nyilván, mert modernebb is a fejlődés, a biztonságtechnikának az jelentős. Ellenben, hogyha számok alapján nézed, ahogy ezeket a törvényeket meghozzák, Igen. úgy... Ugye? nehéz. Nehéz, nehéz. Igen. Igen. És hogy közben a büntetésítételek is nevetségesek alapvetően. Tehát az, az is 30-ról 39 ezer forintra emelték az Erpát Hidi után, tehát még az inflációt sem követte. Igen, de hogy ez is egy visszatérő téma, hogy vajon jó-e büntetéssel nevelni, de, de hogy más alternatíva meg nem igazán tűnik úgy, hogy van, mert az emberek maguktól nem úgy látszik, nem képesek jó belátás szerint tenni, vagy nem nem hajlandóak változni, hogyha nincsen külső kényszerítés. Hát, hát ez, ez még egy hosszú folyamat lesz. Hogyha megengedett, tovább lépnék a. Lépjünk, lépjünk, igen, több mert. Szint... Hozzáfűzni valódi és egy pici vidámságot hozva a dolgokba. A Mol olajat talált Magyarországon újra. Itt a műhelyben, hátul ahhoz? <laughs> <laughs> nem, nem, nem. nem. Ö... Egy, szóval az itthoni felhasználási léptékhez képest is egy pici mennyiség, viszont viszont találtak újra egy, egy X mennyiséget, ami nyilván pozitív hatással van a, az üzemanyag árak alakulására is, de amúgy ettől függetlenül, ami egy furcsa dolog volt a múlt héten, illetve aztán, pont a mai napon is, van üzemanyagár csökkenés, úgyhogy nem csökkent a világpiaci ár, illetve nem történt adócsökkenés, mégis itt 10x forinttal olcsóbb lett a benzin és a gázola is. Azt hiszem a Nagy Mártó miniszter mondta azt, hogy most már aztán tessék csökkenteni az üzemanyagok árát, különben, hogy ha nem lesztek önszentatokból veszteségesek, akkor majd utána bevezetjük, <laughs> bevezetjük az ársapkát, és törvényileg lesztek veszteségesek ez arról sokat szoktunk Rolanddal beszélgetni, hogy kell -e mindig mindenhova autóval menni. Nem. Um, mert hogy a személyes ismertségkörünkben nagyon sok olyan ember tudunk, akik, akik a 4-5-6 kilométerre lévő munkahelyükre autóval mennek le. Akik, akik tehát, hogy nem melegszik be az autó, érted? Tehát, hogy, Remélhetőleg dízelt használnak is, annak még rossz is. Igen, igen. Nekem, nekem volt olyan ismerősöm, aki az udvarba ketyegette reggel 20 percet, hogy a meleg autóba üljön bele, majd lement az 5 kilométerre lévő munkahelyére a dízel autójával, és tökörült neki, hogy hó végén kiszámolta, hogy itt csak 8 -a az 1-6 CRD. <tosz> 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 Ez jó. Igen, igen. Szóval, hogy ezen, ezen sokat gondolkodok, hogy most alapvetően a környezetvédelemről, főleg ezen a munkahelyen okoskodni, az egy ilyen eléggé álszent dolog. De figyelj, ez ugye meg is szoktuk kapni, hogy ott van a terrudi, és hogy mennyire füstel is, hogy mi elpusztítjuk a bolygót. A terrudi az egy évben megy 10 órát maximum. Nagyon plafon. És akkor nem szakadt el semmi, akkor nagyon kerek minden. Igen. És hogy mennyi lehet az a 10 óra? Két, három tank nagyjából. Maximum, igen. És hogy, hogy ez igazából az összes autónkra oké, okay, hogy, hogy a környezetvédelmi normáknak nem felelnek meg, hogyha finoman szeretnénk fogalmazni. Nagyon finom. Viszont, viszont annyira minimális idő, amit ezek üzemben töltenek használat közben, hogy nem ettől fog elpusztulni a mi bolygónk. Ö, igen, mondhatjuk ezt is, mert én nekem is, hétköznapokban egy hibriddel járok, de aztán tanulom, hogy ki menni hétvégén a versenypályára, hogy, hogy jól érezzem magam. De bennem is van egy ilyen rohadt erős kettőség, ellenben van ennek, igen, ez a kibocsátási faktora, meg van az élhetőségi faktora. Tehát, hogy a városba, amikor kimész, és, és nem tudsz mozdulni. Tehát most ugye esőt ígértek, én sem mertem biciklivel elindulni, hanem mm. beültem az autóba, vesztemre. Úgyhogy a szokásos 25 percnyi inga idő helyett mennyit jöttem? 50-et? 40? 40? 40 50 igen. Ami így elég elpusztítja az ember lelkét, és ugyanolyan reményvesztett autósokat láttam, akik egyedül ültek az autójukban, és nem mentek sehova, mint én. Parkoltatok a tízesen? Nem a tízesen. Ha? El elkavartam hátul a harmadik kerületben a úgyhogy útjain, ja. úgyhogy én utána és a, szen a, a Szentendrein a parkoltam, Aha. meg a... Meg a Árpád hidom egy kicsit, Aha. aztán parkoltam egy kicsit még a Vácin, de aztán, aztán is kirült meg érkeznem majd. És azóta le. itt parkolsz az, az iroda mellett. Itt parkolok az, az iroda de hogy, de hogy összességében ez így nem jó. És uh, igazából ezt, ezt is sokszor szoktuk fejtegetni Rolanda, hogy mikor jön az a pont, amikor majd letesszük az autót. Tehát, hogy mennyibe fog kerülni egy liter benzin, hogyha feladjuk ennek a kényelmét. Te, te hol érzed azt a határt? Nem tudom, az a baj, hogy szóval a kifogást nyilván lehet keresni, és az általában jók szoktunk lenni a kifogás keresésbe, de én nekem ide tömegközlekedve jönni, irgalmatlan egy szívás lenne, szóval amit én legalább egy óra lenne nekem ide jutni tömegközlekedve, azzal a, szembe, hogy autóval meg fél óra alatt ide érek, szóval ahhoz olyan szintre kell emelkedni az üzemanyag árnak, amit már nem tudok megfizetni, hogy Na, Én erre gondolok, de oda oda. hogy hol jön az, hogy nem tudod nem, hát nem tudom, most figyelj, hetente egy tank üzemanyagot szoktam elhasználni. A dízellel is? Igen. A kis fogyasztású dízellel? Igen, mert ugye ebből benne van az, hogy, hogy munkaügybe is napközben mászkálok, szóval, hogy ez heti egy tank, és úgy szokott kijönni általában, hogy havonta egy tank, ami ebből céges, szóval nem a bejárásom, akkor mondjuk azt, hogy a három tankkal egy hónapban elkocsikázok a mi saját felhasználás. Hogyha nincsen semmi extrém, nem megyek sehol, amit tudom, én csak munkába járok, illetve nagyon minimális, amit azon kívül közlekedek. Három tank üzemanyag, és, és, ez mit én nagyjából 30 ezer forint, amiért szoktam tankolni. Uh -huh. Most, hogyha ez meg háromszorozódik, akkor, akkor nem biztos, hogy beleférne, hogy, hogy ugyanígy bejárjak dolgozni. Hocsi van, szóval azért tényleg nagyon drasztikus emelkedésnek kell történni ahhoz, hogy. Igen, mert ugye. Ilyen szinten problémát jelentsem. És akkor jön az az hogy azért dolgozol, hogy. azért dolgozol. hogy járhass dolgozni. Hogy, hogy pénzt keres azért, hogy járhass dolgozni, ami most nyilván egy ilyen nagyon populista féligasság, mert nem, nem ezért dolgozol hogy járhass dolgozni, elengedhetetlen, hogy tudja járhass dolgozni. De akkor is, hogy nekem nagyjából havi másfél tank a Priusból, Aha. de hát nyilván ennek betudható az, hogy. Biciklizál viszonylag sokat. Nem, nem, 900 km megy egy tanker. Ami. Az ah, jó. Igen, és hogy. Tehát ugye ennek a jelentős része az ugye a családmozgatás uh -huh. oda, Tehát, hogy kevésbé a munkába járás, mert nekem tényleg egyszerűen annyira rossz helyen lakom munkába járás szempontjából, hogy nem éri meg. Szóval múltkor én is kipróbáltam a tömegközlekedést. Pilis Borosénőről bejönni ide Újpestre, ide konkrétan a munkahelyünkre, ha nem volt 40 perc reggel. Persze, mert hídonál meg a az Árpád hídon kirakott, Így van, az Árpád kirakottam a busz, onnan pedig ja, hogy ja. három megállót a metróval. Azt hittem vonattal jöttél, mint Roland. Ö, vagy tőled nem? Nem, neked nem, a vonat nem nekem, van. Az, az nekem az a, az, a, paradox, hogy a vonathoz lesétálni, az mondjuk egy 40 perc, vagy legurulni rollerrel, gördeszkával, akármivel, és utána bevonatozni, ami itt letesz a munkába, oké, okay, 20 perc, akkor az azért egy óra bejönni az, busszal azért egy óra, mert 40 perc bebuszozni, majd 20 perc ide sétálni. Ah. Tehát, hogy nekem minden, hogy egy óra bejönni, ami, hogy mondjam. És ezzel szembe kerékpárral? Fél óra? ha nincs szembeszél, bejönni 25-30 az a szem? Ó, ez a hihetetlen halk miatt volt? Igen. Igen, motoron nem gondolkodott, Dani? Robogón hmm. Robogon gondolkoztam egyébként, egy 125-ös kis burgi például, hogy a milyen hasonló Ilyen az. robogó? Aha, egy burgonya. Igen. Így van. Az, de elgondolkodtam már rajta amúgy, de lusta voltam hozzá, hogy a gondolkodáson túl menjen ez. Az a baj, hogy azt, aki ugye csak a tartalmainkat fogyasztja, az ritkán látja, hogy Dani jellemzően ilyen 7 óra magasságában ér be. Fél hét. Fél hét. Még jobb. Igen. Rendes emberek olyankor meg a másik oldalukra fordulnak. De hogy viszonylag kevés az az időszak az évben, amikor már reggel fél hétkor jó idő van. Tehát amikor nyáron 25-30 fok van, vagy tavasszal, meg össze, a reggel 7, vagyis a 6, az még akkor is ilyen 10-12 fok. Akkor éve. még fel kell öltözni. És ez nem nagyon kellemesen motoron. Tavaly egyébként próbálkoztam, mert az egyik bátyámnak van egy kis 50-es és mondtam neki, hogy ad már ide, hogy próbáljam ki. És egy három alkalommal be tudtam jönni vele és az a baj, hogy az 50-es az nagyon karcsú hozzá, hogyha nem a, nem a kettő perán, a, az autóúton jöttem vele, hanem régi kettesen Gödön Dunakeszin keresztül. lehet. Az is amúgy, szóval időben nagyjából ugyanannyi, mint autóval, de, de érzésre nem is. És ugye az, ami, ami nagyon más, hogyha fölkelek, reggel autóba ülök, akkor, akkor azért az egy jóval kényelmesebb dolog, nyilván itt a kényelem jön vissza, mint olyan, viszont a motoron sokkal jobban kell figyelni, mert sokkal jobban ki vagy téve mások figyelmének, szóval ott sérülékenyebb vagy, és ezért nagyobb figyelmet igényel, és a reggeli órákban nem biztos, hogy ez ébredés után nem Igen, sokkal... Igen, főleg, hogyha mondjuk előző este 10-kor mentél haza a műhelyből. Igen. Egyfelől ez, meg másfelől én nagyon szeretek motorozni, van korlátlan jogosítványom, mentem már mindenféle motorról, és tervezem életem egy pontján majd, hogy el is jutok oda, hogy motorozni fogok életvitelszerűen. De egész egyszerűen félek tőle. Érdekes, hogy ez ilyen, ez ilyen szokásos picsogásom, hogy mielőtt megszületett a gyerek, előtte volt a totalcar nem mindig ilyen kis cég és robogó, és ha nagyon rohanni kellett valahova, akkor az ember Sőt, sprintelt csatantán. valahova, Aha. igen, utána lökött bele benzint ezer forintért, és, és, egy és akkor egy hónapig ment megint, igen, ja. tehát hogy egy tök jó volt, és azt vettem észre magamon, hogy megyek a forgalomban, és azt képzeltem, hogy megvan a taxi egy a pizza futáros jelenet? Igen. Tudod, amikor a regényzenére a misorduló ott a gyerekben szik szikrítja a lábtartót, meg <laughs> ilyenek, van. a kipufogót. Szóval, hogy nagy na, úgy közlekedtem, uh -huh. és hogy, hogy azt hittem, legyőzhetetlen vagyok, ugye nincs rendszám, azt csinálsz, amit akarsz, Régen volt felvállalom. Igen, igen, igen. Sokan ezért használnak robogót. Igen, és akkor megszületett a gyerek, és egyszer csak így átkattant valami, hogy nem, nem akarok beesni egy kamion alá, nem akarok, hogy eltapossan egy egy, egy sminkelő x tulaj, vagy mit tudom én. emel tulaj is elcsaphat, nem a BMW-sekkel, bajom tényleg, de hogy... Audi? Audi Audi már csapott el baszki. Tényleg? Jó volt? ott voltál. Bicikliztem békés az erdőben. Tudom, engem is majdnem elütött. <laughs> Igen. És ö, 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 egész egyszerűen elkezdtem félni a forgalomtól, mm -hmm. motorral. És, És biciklivel ez nincs meg amúgy? Nem, mert bicikli úton megyek. Én azon, azon bringes kisebbséghez tartozok, hogy Aki használja a biciklis, biciklis utat. Büszke vagyok akkor azt kell, hogy mondjam. Igen, igen. nem szeret, uh, pusztító dolognak tartom azt, amikor a bringes út mellett az úton valaki szenved 12 és féllel, és kerülgetni kell, és feltartja. Ez mindenkinek rossz. Én ezért motor, autósként és bringesként határozom meg az identitásomat, ezért tudom, hogy mennyire rossz, amikor valaki feltart izé 73 autót, hogy szenvedjen egy ember. Például, hogy mész fel a dobkőre, és a biciklis csapatokat edzen, ]nek. Hát az talán más, ugye a csapat, az, hogy mondjam, ott van egy érdemi térbeli kiterjedés, tehát ott nem az van, hogy egy ember miatt áll, hanem öt, öt ember miatt áll egész megoszlik és megoszlik a szeretet. Mennyivel gazdaságosabb már öt ember miatt Igen. nem hazaérni, Igen. mint egy ember miatt nem hazaérni. Igen. De hogy ha valakit javasolja az elektromos rollert... Én, én attól félek, szóval, hogy azzal az nem vállalnám be ezt. Most ugye van elektromos sollerünk, és videót is készítettünk róla, és ide ki a Tesco-ba, kínaiba, ki Árkányi, ebédér, meg mit tudom én azt mondom, hogy jó. Egyszer-kétszer az Unixig is elmentem, mikor nem kellett nagy alkatrészt, meg a szakálig, de, de az már olyan, hogy az, az nem kényelmes, és, és nem, nem, jó leső érzés azzal közlekedni. Egy, kicsit az van benne, hogy, hogy ha jobb lenne Budapesten az infrastruktúra, és a járdáknak a hézagjai nem akkorak lennének, mint a Grand Canyon, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De amúgy a bicikli anatómiájánál fogva, meg, meg a kerék méreténél fogva, mindig ezerszer alkalmasabb, és mint a Roller. Sokkal kevésbé van benne az esélye annak, okay. hogy moskos húszájra esel. Igen. Mondjuk egyébként gondolkoztam ezen is, mert uh, egy ideje foglalkoztat már, hogy kéne újra testmozgással időt töltenem, mert ellustultam mostanában is, és nem edzek. Nem, és amúgy... Aré, közös ismerősünk. Igen. Akit most nem nevezek meg, azt mondta, hogy te ilyen modellalkat vagy. Nagyon kedves tőle. <laughs> Hál' Istennek jó a genetikám, és attól függetlenül, hogy nem mozog, nyilván aktív életet élek, és elég sokat mozgok itt a műhelybe, szóval nem az van, hogy egy irodába ülök, és akkor eszek folyamatosan. Az én vagyok? Igen, a modellalkat. <laughs> szóval, hogy, hogy amúgy Vácról bejárni biciklivel, az se lenne egy világvége. Szóval simán beleférne, mert régen, még fiatal koromban, amíg eveztem, meg edzettem, akkor simán csináltunk ilyen túrákat, és amúgy nem lenne sok idő, és Vácról ide végig van bicikliút. Mennyi? Meg a távolság? Hát most mit én kocsival jövök, 35 km, azt hiszem igen, 35-36 háztól házig, és ez úgy, hogy a kettő perán, ami egy kerülő ahhoz képest, mint hogyha végigjönnék a Dunaparton. És a Dunaparton végig tudsz, tehát adjuk meg mondjuk 25 kili. Hát, ja, de én, most kíváncsi lettem, és ezt meg fogom tekinteni. Én tizet jövök reggelente Pilis Boros Jönőről, 11-et, és azt mondom, ez az egy 25 perc, bár az az igazság, hogy ott az elején van 3 km lejtő, amiért mindenki irigyel, csak hát délután vissza kell mászni, meg az a 3 km lejtő az olyan, hogy ott belefagyok reggel. Aha. Na, Na, nézzünk egy kerékpár. Egy óra, 42 perc. Az hát, igen. Hát azért az, az csücsi. 31 km. Ez csücsi, és van benne 140 méter szint, ami nem olyan nagyon sok, de azért már egy érezhető dolog kell egy jó elektromos nálsegítésű kerékpár, 40-nél veretni. Igen, az nem szabályos. De jó, értem. nem mindegy. Igen. Szóval, ha igazán sportos lennék, akkor akár ezt is tehetném. Igen, most az van, hogy ezzel a, ezzel a lokációval igazából az összes így dolgozó ember megvan cseszve. Szerintem tök jó, sokkal jobb, mint hogyha csepellen lennénk. Nem, de most ugye Oliver is azt mondja, hogy amikor 6.30-kor indul, akkor 25 perc alatt van itt, amikor 6.50-kor, akkor meg 50, 50. 50 perc Igen. alatt van itt. Ez mindenjunkra igaz. És hogy jó, én értem a koránkelést, meg alapvetően, hogyha be tudok rá állni ritmikusan, nincs is bajom a koránkeléssel, de azért, hogyha belegondolsz abba, amit mondjuk a Roland csinál, hogy elindul 5 óra 20 perckor ahhoz, hogy megelőzze a forgalmat, tehát, hogy hamarabb érjen ide, mint hogy elkezdődik a dugó, azért az valahol egy nagyon abnormális dolog. Igen. Tehát, hogy amikor a saját életedből, amit mondjuk otthon töltesz családdal, pihenéssel, akármivel, abból azért veszel pusztán el órákat, hogy ne, hogy ne a dugóban. És én is ezt csinálom, mert ma reggel 6.30-kor, ugye rajtam kibrálókok miatt nem sikerült, de hogy 6.30-kor el akartam indulni, pusztán azért, hogy megelőzzem a, a forgalmat. A forgalmat és hogy el, és nem, akkor elveszek, nem így más, így elveszek mondjuk a mondjuk elindultak 7:30-kor, 8 kor és akkor másfél órát nem. a családommal voltam, hanem hanem itt bent veletek, ami a második család. De, hogy... family. De hogy érted, mire gondolok, hogy ez, Igen. valahol azért abnormális? Nem tudom, én ezt egyáltalán nem így élem meg. Én nekem ez egy segítség ahhoz, szó, hogy én amúgy is szeretek korán kelni, és ez egy plusz motiváció, hogy ehhez tartsam magam is. És, uh, igyekszem rutinszerűen alakítani az életem, amennyire lehet. Nyilván ez időnként külső körülmények miatt nem sikerül, de, de egy, egy ilyen plusz Segítség abban, hogy már pedig akkor el kell indulni időben, mert ha nem akkor beszopódás, ö, beszívódás van. Hmm. Nyugodtan, ez az internetben ez nem, nem a tévé. Igen, igen, igen. Szóval, hogy... Meg, figyelj, te meg tudod azt tenni, hogy mondjuk ha bejössz 6.30-ra dolgozni, hogy akkor mondjuk leteszed délután háromkor a lantot, vagy négykor... Nem, nem szoktad megtenni, de... Igen. De, de hogy, ugye, mit tudom, én is megtehetném azt, hogy ne kellok dolgozni mondjuk hétkor, és akkor délután háromtól, meg otthon vagyok. Igen. Mondjuk már más kérdés, hogy én se teszem meg, de az meg az én nyomorom, mert én meg, meg, ilyen, ilyen hülyén vagyok bekötve, hogy én jellemzően este tudok uh -huh. jól dolgozni. Nem Te vagyok meg... egyformán. Igen, igen. Szóval, hogy ja, ez, ez minden, ez sem egyszerű, ez a bejárás téma. biztos. De még mindig meg vagyunk áldva ezzel a telephelyről alapvetően a tevékenységet, mert minden egyébként figyelem. Például eleve... a pénteki nap az... Mi történt itt pénteken, mesélj? nehéz szavakba önteni. Igen. Készül róla a videó, remélhetőleg ma vagy holnapi napon ez meg fog jelenni, Áron nagy erőkkel vágja. Zseniális Minden volt. Annyira áron el Annyira fog készülni. Bármi áron. Bármi áron. Mondtam neki, áron 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 dolgozik. <laughs> Igen, mondtam neki, addig nem mehet haza, amíg nincs kész. Szóval az van, hogy múlt héten ugye a nagy csatornára nem készült videónk, mert beszopottunk az E60-nal, aztán terveztünk venni egy autót, amivel szintén beszívottunk. beszívódtunk. És... Dani, nem kell modroskodni. De ó. ez engem módon leszok. Így van, de ez a kis lelkemet zavarja. Szóval ö, megszívtuk az L60-nál, megszívtuk az autóval, amit szerettünk volna venni, és akkor ott álltunk ö, szerda délután, ami amúgy tervezettel egyébként. Egy Dani, nem, vagy volna. gyakorlott podcaster, hát ilyen öles léptekkel haladszett kibontást a váró témákon. Hogy nem sikerült autót vásárolni? Szar volt. <laughs> Kifejtettem, nem az volt, Kérlek hogy... magyarul, e... nem, 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 a részleteket akarunk, hogy mentetek oda, Kibel mentetek oda, mi volt a szándék, ilyenek. Ha már megjussuk, akkor volt lehet a, beszélni, a, nem? Autóvásárlás volt a szándék, és oda mentünk egy, hú, nálunk volt egy Diesel Ranger Raptor egy hétig testen, és emögé felakasztottuk a kis Vermont trailerünket, amit nagyon szeretünk, hogy kipróbáljuk, hogy milyen vele vontatni. Ne menjetek az m 0 ra ilyennel, hogyha üres a tréler, mert azt hittük, hogy meghalunk. Túlzás nélkül... Jó, most aki nem nézi, hanem hallgatja, mit láttunk, hogy Dani ugrált Pattogtunk, fél órán keresztül, még a nulláson mentünk, és én nem szoktam rosszul lenni autóba, de itt a hány inger kerülgetett a végére, borzasztó, borzasztó rossz volt. Na felvette gondolom a illesztéseknek a saját frekvencia. Így van, tartománya. és nem volt olyan tempó, amivel kényelmes volt. Múltkor néztem a Kamisza műsorát, és volt valamelyik ilyen hosszmotoros, vagy ormotoros váltós Porsche, tudod, ezekben van elől, motor, hátulváltó és össze van kötve, és ugye a hajtás lence miatt egy nagyon súlyos, nagy nehézelem amit fölfüggesztenek bakokkal a kasznira. És valahogy sikerült kitalálni, hogy ha az amerikai autópályán 55 mérföld per órával mentél, akkor a hajtásláncnak a saját frekvenciája összeszinkronizálódott a, a, az illesztésekkel, és emiatt az, ilyen volt menni az autóval mindig, mint nektek trélerrel. Borzasztó volt. Igen. Mi volt a becses hely, amit megcéloztatok a vásárlás céljára? Gondolom, Bácsi német kérnék Na, valahol vecsés környéken, nem emlékszem már pontosan a terőpülésre, de hogy így nem volt olyan nagyon messze a nulláson haladtunk egy darabig, utána letértünk és kisvártatva megérkeztünk oda. Megnéztük az autót és nem volt túl meggyőző, nem is tudom, nem, szerintem nem beszéltünk róla sehol, hogy milyen szó. Szóval. itt se fogom elmondani, hogy mi a terv, egy ez augó. Négy a van. így van. 8 hengeres turbomotorja, de van. többet nem beszélünk róla. És, és, és hát nem volt meggyőző, nem volt jó állapotban, sajnos is ahhoz képest sokat kért érte a. a tulaj. Kereskedő? Hát igen, igen. Szóval ez meghiúsult, és akkor visszaértünk csalódottan a telephelyre a Ranger Raptorral, amivel hazafelé is rossz volt jönni az m 0 án és itt elkezdtünk sétálgatni, hogy most akkor mi lesz a videó és megláttuk azokat a Swifteket, amik itt pihennek. Ugye időnként megjelennek itt ilyen Swiftek, így a Földből kinőnek. Hmm. 123-as Merszig Dél-Afrikában mennek meghalni. A, a Swiftek Swift meg ide. ide. Így van. És akkor ö, eszébe jutott Olivernek, hogy nagyon régen nem csináltunk igazi igazi csapatás. Rég csináltunk hülyeséget, és csapatos hülyeséget meg főleg. Ö, jó barátunkat, Magyar Tomit föltelefonáltuk. Tomi, mit csinálsz holnap? Dolgozok. Jó, akkor gyere szüftezni. Oké. Okay. <laughs> 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 és akkor annyiban változott. hogy végül nem csütörtök, hanem pénteken valósult meg, mert az operatőr kollégák elfoglaltak voltak, majd megérkeztünk ide pénteken délelőtt, megcsináltuk a pályát, és este nyolcig autóztunk folyamatosan. Egy-két megszakítás volt, amikor a Tomi állított nekem kerék széttartást, és a egyik kerekem így állt a másik, meg így, mert a hossznyolvány kiszakadt a helyéről. <laughs> aztán erre egy gyors megoldásként gyártottam egy merevítő konzolt, visszahúztam Spaniferrel a nyúlványt a helyére, gyártottam egy konzolt, és ment tovább az autózás. A, a Swift nyúlvány, és a Swift futóműbekötés és a Spani, az egy ilyen visszatérő eleme. Nekünk is volt a családban a szőlőhegyen kiszakadt <laughs> futóműbekötési pont, amit aztán Spanival húztak a helyére, amíg az Figyel, ha működik, él. nem hülyeség. A, maximálisan egyetértek. Mostant itt közben Cuni.io kérdezi, hogy sziasztok, jó reggelt, mennyibe kerül egy olyan Jariszos pulcsi? Én most főcsapódtunk a weboldalra. Amonoliver.com 9900 forint, hogyha kívánsz ilyet vásárolni. És ha van a méretedben. És ha van a méretedben, mert azért fogytán vagyon. Így van. Ja. Szóval, és akkor a Swiftek. Itt visszaszedek a török. Volt TikTok Live, aki látta Most, az. Aki, aki, még nem látott ilyen Swiftes és mert két lemoly vannak olyanok az országban, de hogy ilyenkor így az történik, hogy ez itt egy. Minden mindegy. Minden mindegy, és hogy ez egy jó pálya. Igen. Vagyis hát nem tudom, megvan a Taladega a NASCAR pálya, ami a, a Diehard 500 nevű futam ment. Ez egy olyan NASCAR pálya, ami nem ovális, hanem egy kicsit ilyen háromszög alakú, ilyen trohoid. Így, és hogy nekünk is Ez Ámon Ring. Igen. Hangáróring. <sínt> Amúgy szép gondolat. Igen. Na, ö és ö akkor azokkal itt elkezdtek autózni, de azt láttam, hogy előkerült egy ponton az ugrató. <sínt> Igen, ott elkezdtek eldurulni, de még az ugrató előkerül, elővétele előtt volt egy időpillanat, amikor a TikTokot néző kedves követőink kibírták találni azt az agyukkal, Menjetek tolatva! <sínt> és annyi sok mindenkinek tetszett ez az ötlet, rengetegen írták, hogy jó, 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 menjetek tolatva. Mentünk tolatva, de az nem volt jó. Az nem volt jó. Egy kört mentünk úgy, de Tomival itt a kanyarba úgy összeakadtunk, hogy a tesztergáltunk egy másfél percet egy helyben, mert egyikünk se akart elengedni a másikat de aztán végül... Ne, nekem tök sokáig nem volt meg, hogy Tominak Swift-es vannak szintén. Lehet, hogy ő is, tolta. Igen, igen, és a, Youtube-on a, YouTube -on a -e még mindig GTI Tomi. <gül> <gül> és ez... Igen, GTI Tomi. Ja, hogy ez a magyar Tomi. és hogy, hogy, van -e az autós univerzumnak távolabbi pontja a Suzuki Swift GTI-től az OM606-ig, tehát hogy ekkora váltás lehozni. Hát, Minőségi előrelépés volt, bár a Suzuki GT egy nagyon jó kocsi. A GT összeszerűmek, igen. De a sima is nagyon jó amúgy. Hát igen, és akkor az lett a vége, hogy addig mentünk, amíg az enyém elpusztult. Igazából nem elpusztult, csak a nyúlvány újra föladta, és a féltengely miatt szétugrott, szóval ott ugye eldiferált, ezért az megállt. Onnantól mentünk tovább két autóval, beültem Oliver mellé, akkor már voltak olyan pillanatok, amikor Tomit az ugraton toltuk át, konkrétan hozzáérve löktük le. Itt, egy Nagyon-nagyon régen röhögtünk ennyit irgalmatlan hosszú lesz a videó, ami ebből készül, szóval szerintem legalább egy óra lesz, viszont... Készítettek három napi hideg Én úgy gondolom, hogy egy másodpercig nem fogtuk unatkozni, közben. ennyi baromság, ami itt történt, és akkor időközben megjelent uh, Zambelli Ákos, akkor ő volt a TikTok live kezelőnk, aztán egy időpillanatban... Uh, Attila S2 és Kexi is megjelentek Attila hondájával. <laughs> az a hondával most mi van? Én azt hittem, hogy ez egy ilyen egy... trailer queen, tehát hogy utánfutó, nem. Nah. nem, az az közlekedik az utcán. Az Persze, így az, mozog, egy, az mozog. egy szabályosan épített autó. Nem mondott komolyan. <laughs> <laughs> azt <laughs> Igen, és akkor... Jól, most nem lőttünk le nagy poén szerintem, mert hogy mondhatjuk, hogy feltűnő talán. Hát igen, igen nem rejtegeti az autót Attila. Szóval megjelentek, akkor bandáztunk egy kicsit, majd mondtuk neki, hogy szálljon be a Hondával az autózásba, és inkább hazament. <gül> 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 ah, hát ezek a mai fiatalok, érted? ezek régen, még volt bennük tűz, nem, nem, nem Nagyon szép, most egy poént lelövök előre a videóból. A végefele Oliver már az ugratón ráhúzta a kézit keresztbe, szóval már hmm fel, vagy lapon érkeztünk le, és ezt a bal hátsó kerék nem sokáig bírta. Egy idő után, nagyjából a második ugratás után lefordult. És, csak a gumi? A gumi lefordult, Tehát nem a futó az, nem, bírta. A gumi. A gumi. Kiszállt Oliver, ránézett, Tomi megáll mm. mögöttünk. Hmm. Engedjük le Tomének is a balhátsót, és mehetünk tovább. <laughs> és akkor mind a két autón leengedett balhátsó kerékkel mentünk, aztán egy idő után elhagytuk róla a gumit, akkor csak felnint, de csak a balhácsó. Az esélyegyenlőség. Így van, igen, és akkor elkezdett forni a víz Olivier autójában, és akkor nagyjából ez volt a vége a csapatásnak, meg hogy így már talán fél kilenc volt, vagy valami ilyesmi, és elfáradtunk. Nagyszerű. Fantasztikus Át. nap volt. Hogy mondjam, hozzám ezek, tudja, felületi szemlélőrök könnyen azt mondja, hogy ez egy ilyen értelmetlen robbolás. De ezek 20 ezer forintos autók, amik innen, ha nem ide jöttek volna, akkor a bontóba mentek volna, mert egyszerűen semmilyen szinten nincs A nyúlvány nem véletlenül fordult ki a második körbe, mert annyira rossz állapotban, hogy egyszerűen közlekedésre nem alkalmasak és ezek. Mind, mind, tehát hogy mondjam, tehát nekem ez a, tehát nagyon szeretem a terudis autózást, mert azt úgy érzem, hogy mondjuk az egy ilyen úgymond értékteremtő dolog, hiszen a bolt műszaki tudás van, építés van, Abba ki kellett találni, stb. <laughs> kellett. Kellett, igen. Ezeket, amikor egy autók csak így elpusztulnak, ezt megmondom őszintén annyira nem, de igazából ezek az autók tényleg olyanok, hogy azért vannak itt, mert már... Elpusztultak. Mert elpusztultak, igen, igen, és hogy mielőtt tovább mennek a, az újrahasznosítás felé, még egyszer szórakoznak velük két-három órát, és hogy akkor így ezzel ér véget a... A pályafutásuk. Tehát hogy ebből a szempontból meg nyilván ez kár ezen derpegni. Biztos, hogy van, akinek ez ez megbotránkoztató, de. és tudja, hogy lesznek itt is kommentek, hogy ez még egy család használta volna, de nem. ezt, ezt nem. már nem használja a család ez senki. Igen. Vagy ha igen, ott nagyon a, nagy, vegyék, nagy baj van, és ez igen. igen szóval, és az egyik ezek közül egyébként friss műszakival nem került hozzánk, ami nem mondom, hogy nem értem, hogy mert tudom, hogy hogy működik, de szomorú, hogy ez meg tud történni. Ez, ez nekem is egy nagy felismerés volt, a rulett asztránál. Amikor megkaptam a, hát azt hiszem, átírással együtt 180 ezer forintos hmm. Asztrát, a 30. születésnapomra, az is egy friss, friss műszaki autó volt úgy, hogy 100 kilométeren nagyjából egy liter olajat elégetett, láttam. Hibrid. Igen. Láttam, láttam a karosszírja több pontján kinézve az aszfaltot, gumi fizikailag nem volt rajta, mind a két lámpája be volt verve, és te még a biztonsági sem működött. Tehát, hogy annyira oda volt az autó, amennyire egy autó oda lett, és ez egy friss műszaki autó volt akkor, ami igazából megmutat valamit, hogy Magyarországon igazából kurva olcsó autózni. Igen. Mert, hogyha most vissza, tehát, hogyha veszel egy ilyen százezeres Swiftet, nem mondjuk legyen 100 ezer forint, amiatt, hogy van rajta műszaki, mert tudom, hogy műszaki hát, inkább 200. Legyen 200 drágák a, ezer. A, drágák a műszaki szwiftek. Jó, tehát akkor legyen, legyen 200 ezer forint azért, mert van rajta műszaki, akkor az azt jelenti, hogy vettél két évre egy autót, tehát 24 hónapra 200 ezerből van egy autó, de az azt jelenti, hogy havi nagyjából 8-9 ezer forint. Úgyhogy, mivel egy Suzuki, ha nem cserélsz benne olajat, két évig sem történik semmi. Ezt akartam, tehát nyilvánvaló, hogy ennek az autónak az utolsó két éve Igen. A, nálad. Tehát, hogy ugye ezt Angliában mondjuk nem teheted meg, mert már csak a biztosítás olyan magas, uh -huh. hogy Németországban a biztosítás olyan magas, hogy nem tudnál ilyen autót használni. Más kérdés, hogy ezeken az autókon aztán milyen gyakran van biztosítás, de hát ugye azt utál, utólag felszámolják büntetnek az azért azt drágalan, az tud drága lenni, tehát azért a biztosítást meg szokták ezekre kötni. Meg, meg nem is meg, az, az, az ismétén évi... 50 ezer forint mellé, és akkor mondjuk két évre három vagy, kilóban vagy meg, Vagy autód. megkötöd a taktaharkányi anyukádra, és akkor 18 és fél ezer forint, mert hogy ő egy 53 Én Mi a baj a taktaharkányiakkal? Csak mondtam valamit, hogy egy nagyon vidéki, nagyon sosem balesetezett, nagyon keveset autózó emberre megkötöd a biztosítást, és akkor, és akkor az van, hogy tényleg ö, nem, tehát hogy nagyon olcsó autózni, ezért van, amit ugye el az elején beszéltünk, hogy miért van ennyi autó az utakon, Igen. mert mindenki esernyő helyet használja az autót, mert hogyha tényleg ilyen 200 ezer forintért veszel egy autót kettő évre, és tényleg csak azt az üzemanyagot rakod bele 5-8 ezer forintonként, amire éppen szükséged van, akkor tényleg megteheted, hogy még a WC-re autóval megy, mert olcsóbb, mint ha veszel egy BKK-bérletet. Sőt. Tuti, hogy olcsóbb. Mint, hogy hogyha öté. még esetleg vidéki vagy, és busz vagy vonatbérletet is kell venned mellé, akkor meg főleg. Nyilván, hogy az üzemanyagot itt nem számoljuk bele, de hogy. Ja. Hát, beszélgettünk erről, és tökre érdekel a véleményed, hogy mondhatod-e azt egy embernek, hogy neked nincs jogod autózni. Tehát, hogyha az autózásnak csak ezt a rendkívül veszélyes, környezetszennyező, félig-meddig illegális, korrupció állán megvalósított változatát tudod megengedni magadnak, akkor neked jár az autózás. Mert tegyük fel, hogy csak így tudod etetni a családodat. De akkor autóba ülhetsz. Én, sokszor napokig gondolkodok, és sosem tudok rá válaszolni. Hát így az első gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy ki vagyok én, hogy ezt én döntsem el. Én úgy gondolom, hogy én nekem nincsen jogom beleszólni ebben, hogy ezt... de, de, Ez a kérdés, ez el van döntve, Dani? Nem. Igen. Ez a kérdés, ez el van döntve ott, hogyha műszaki a műsősök, ha a műszaki vizsga úgy működne, ahogy egy kultúrországban működnie kell, ahogy akkor papíron ezek, nálunk is működik, ahogy papíron működik, ezek, ezek az autók nem kerülhetnek forgalomba. Igen. De Mégis. az állam tulajdonképpen szemet húny a felett, hogy ne vegyék el emberek megélhetését. Más kérdés, hogy jó van ez így? Igen. E igen. <síthat> igen, mert szóval, igen, hogyha más módon nem biztosítja a megélhetést, akkor... Egy ilyen félszarmódon igen. megteszik. Igen. Már... Szóval végeredményben mégiscsak biztosítják, az, hogy mi a módszerrel, az jó indulattal is kérdéses. Igen, igen. De nagyon messzire is a poénból elpusztított részeken. Igen. <síns> Figyelj, egy másik szomorú dolgot szeretnék idehozni még. Na. E, reggel, ahogy keresgéltem témákat, képzeld el, hogy Bill Gates a kilencedik helyre csúszott vissza a leggazdagabb emberek listáján. Még mit? És várjál. Eddig még. Várjál, és el szeretné adni a jachtját, ami még el sem készült. Egy 390 lábas, az a 119 méter hosszú szuperjakt, ami 821-es jelzést kapta, és az adott cég, a készítő cégnek a legnagyobb hajója. Szóval úgy látszik, hogy tényleg nagy a baj, mert megrendelte a jaktot, csak rájött, hogy szegény, ezért inkább eladná. Hát nevezheti 404-nek. <laughs> <laughs> igen. Money not found. <laughs> uh, ez... Szóval azért, azért, minden, mindannyian más lépcsőfokról sírunk. <laughs> ez egy kurva más lépcsőfok, Dani. Ez nem más lépcsőfok, ez egy másik emelet. Lépcsőház. <laughs> nem, ez, ez, <laughs> ez, egy más, ez egy helytető, egy másik emelet, igen. Nem tudom, mit mondjak erre. Uh, te hajóztál már, ha jól tudom. Az te jó te dolog. töltöttél hosszú időt tengeren, hajókon? Ö, hát nem Hosszú, de töltöttem, igen. Hogy ne, nem látom még, hogy ebben mi a jó, de ez pusztán csak azért van, mert én még nem csináltam ilyet. Tehát nekem, a leghosszabb, én nekem nagyon tetszett. A leghosszabb hajózás az az volt, amikor valon tájföldön behajóztunk, FIFI-re négy vagy öt óra alatt mm -hmm. egy ilyen kompal. És hát az, az valóban nem tűnik egy jó bulinak. Ültünk ilyen szabvány kopott 80, 80 Mint a az buszoknak az ülése? Nem, mert nem übör volt, hanem ilyen nagyon koszos öreg szövet, de hogy itt hmm. ültünk, azt néztük a végtelen tengert. Igaz? Akkor vonat. A, az, az, Volt benne valami flash, de nem éreztem őszintén azt, hogy én ezt így... Hát valószínűleg én se kompoznék életvitelszerűen. Azért azt meg kell adni Igen, van akinek kis kertje van, ő meg komposztál. Szóval, hogy... Elnézést, de miért nem megy? Mi? Azt mondtad, hogy komposzt áll. Ja, komposztál. Vagy ha fotózol rajta, akkor meg komponál. De akkor csak le kell ülni, és akkor nincs több probléma. Így. szóval, hogy nem, nem látom még ebbe ezt a dolgot, bár de az a baj, hogy egyszer valószínűleg olyan korrupciós jelleggel, nem tudom, föl kéne férköznünk a Rose Gold? Mi most az új? Rose Door? Rose Gold, az iPhone, a Rose Door, a mészárosiaktya, ja, amiről az... amúgy remek Check Engine videó készült. Így van. Szóval, hogy, hogy el kéne töltenünk rajta egy 4 5 6 napot így tudományos jelleggel, hogy megértsük mi ebben a jó. Szerintem van egyébként ennek jobb módja is, ami például én csináltam, hogy vannak ugye ezek a ilyen turista hajók, ilyen tengerjáró uh -huh. hajók, amin én tavaly előtt nyáron voltam, egy kedves barátom ott dolgozott, és jelentős tudtam részt venni. Azt ezen a... meghívott, hogy dolgozta -e is ott egy kicsit. De mondta egyébként, hogy menjek vele, de mondtam, hogy nem én boldog vagyok a saját munkámmal, köszönöm szépen. De mivel ő ott dolgozott, nagyon kedvezményes áron tudtam jegyet vásárolni, erre és egy hetet eltöltöttem egy ilyen hajón is, előtte soha nem érdekelt. Soha nem vonzott, viszont azóta megrögzöttem, vissza akarok menni, annyira zseniálisan jó volt. Műszakilag érdekelne egy ilyen cucc, mert hogy a műszakilag ez valószínűleg eszméletlen eszméletlen durva a Igen. felépítmény, a gépészet, az, az. És tudod, mit nem értek? Hogy ezek hatalmasak, Igen. és hogy viszonylag kevés külső kabin van, hogy akiknek belül jut kabin, ők nem látják a napfényt. Nem. És ez nem rossz. Hol laktál te? E, e tenaszos szobánk volt. Tehát, hogy volt napfény. VIP. Mennyi időt töltöttél ott? kint a teraszon? Nem, nem, úgy elterebb a hajón. A kabinba? A Vagy, hajón. Ja, a hajón. Hát az volt, hogy ahol mi voltunk, ugye minden nap máshol álltunk meg, és nekem ezért tetszett igazán, hogy éjszaka, amíg aludtunk, addig átmentünk, e, mit én, elmentünk Barcelonából, e, Ibizára, Gibraltára is, hogy éjszaka utaztunk jellemzően, lefeksz aludni, és reggel fölkelsz egy másik helyen, megreggelizel, kimész városnézel délután visszajössz, koktélozol, megnézed a hajóról a naplementét, elmész aludni, és másnap egy újabb helyszínen vagy. Alapvetően nem sokat voltunk napközben, inkább nem a hajón voltunk, mint a hajón, de ott ettünk, ott, ott voltak mit koncertek, színházi előadás, mindenféle programok. Szóval, ha akarod, akkor megteheted azt is, hogy nem hagyod el a hajót, tehát akkor ezért nem para az, hogy mondjuk nem jussz napfényhez a hajó 70 százaléka. Igen, mert a kabinban jellemzően nem sokat vagy. Mi voltunk viszonylag sokat, mert a saját terasz volt, és akkor ott izé lehetett napozgatni, meg Frankó kis hintágy volt ott, is nagyon, nagyon hangulatos volt, de hogy mit én kétszer annyiba került ez a szoba normál áron, mint a benti, ahol még napfényet sincsen. Eszméletlen érdekes világom úgy, ez a tengeri hajózás. Nekem a Zelenák Józsi Dodó, akinél voltunk egyszer egy ilyen totálkáros búvártúrán, túrán, uh -huh. ő hajógépész. És szokott ezekről uh. mesélni. Tehát ne, ne, nála a dugatyú, az ott kezdődik, hogy akkora, mint ez a helység, Mert ő, Az kemény. Az munka, igen. Na és hogy ö, ö, van ennek egy rohadt érdekes ö, betülete, hogy tudod de hogy mi történik ezekkel a hajókkal, hogyha végére érnek az életüknek? Letámasztják őket valahol is ne, ott. Figyelj, ez ugyanolyan, mint egy használt autó, tehát amikor elérik Lénnyeg. ezt a, ezt a 25-30 évet, akkor annyira drága lesz a szervizelésük, Hány. hogy egész egyszerűen egy ilyen, egy ilyen 50 ezer tonnás hajót sem éri megtákolgatni, hanem el, elbontják a francba, és újra hasznosítják, és vesznek másikat. Tehát, egyszer írtam erről egy cikket még az indexre, még. Fújra, 5 akarodban. évvel ezelőtt, 2019-ben 53 ezer kereskedelmi hajó járta a világ tengereit. 53 ezer. Mennyi vas? Mekkorák? Most valahol felcsillant egy méter. Szóval. <laughs> 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 ja, most már nem, most már ezért van, mohú. Szóval, hogy olyan 25-30 évek, ezek így és akkor utána valahogy el kell bontani. És baszki, a hajóbontó, az a legdurvább Star Wars díszlet. Uh -huh. De tényleg, tehát képzeld el azt, hogy amikor mekkora egy ilyen tengerjáró, amit, Iramatlan nagy. Igen, amit látsz belőle, meg még lefelé is van belőle egy 20 méter, és hogy amikor ezeket... Egy kevés lemezt felhasználnak hozzá. Igen, lemezt viszik, tudnánk belőle ezt azt csinálni. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy el, elhúzzák őket, elhúzzák őket ilyen hát, távol-keleti országokba, ahol a munkavédelem, a környezetvédelem, az hát, emberi jogok, videókat, igen. igen, nem annyira nagyon fontos dolgok, mondjuk úgy, hogy szolidan kezelik őket. Szóval, hogy elrángatják oda, és hogy van ez a gujarat mellett található állang a két Alang, ez Mumbai-tól 300 km, és hogy itt azért, azért szeretik ezt a partszakaszt, mert nagyon nagy az árapálynak az amplitúdója. Aha. Tehát, hogy a, a legmagasabb vízállás dagáinál és a legalacsonyabb apálynál, több, több, méter. És fogják ezeket a hajókat, vesznek egy utolsó lendületet azzal a pár vagy pakurával, ami a tankban van, mert tudod, hogy ezeket kb. lapátolják, Igen. olyan üzemanyaggal működnek. Vesznek egy utolsó lendületet, kitúrják őket a homokba, még bírják, levonul a dagály, utána megkötik őket ilyen emberméretű sodronyokkal, meg ilyen akkora láncokkal, hogy tényleg ilyen két Aha. méter magas a láncem, és ilyen irgalmatlan nagy hidraulikus csörlökkel elkezdik őket kivonszolni a partra. És akkor ott megkezdik a bontást. Lángvágóval neki esnek. Lángvágóval, is. és csinálják, és mit tudom én, van, hogy ilyen épület többnyi darabok hullanak ki a hajókból. De nem hiszed el. Nem hiszed el. És gondolom a munkavédelmi szemüveg az a szokásos így. E, igen, hát, hát, egy, egyfelől az, a, a munka, meg a munkavédelmi tangapapucs, amivel ott csattognak. Itt van például a, a Sea Wise Giant, ami a világ legnagyobb hajója volt. Ezt ugye 75-be bocsátották víz, 2011-ig futott, akkor már ugyan mondnak hívták. Ez ugye a világ legnagyobb tankere. De tényleg 657 ezer tonna. El sem tudok számolni addig. Nem, nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az. Tehát mondjuk a sziget vajon van annyi, hogyha így kiemelnénk a Dunából, ahol vagyunk? Szóval, hogy el, elhozták oda, és 18 ezer ember egy éven át bontotta. 18 ezer ember egy éven át bontotta. És ugye az a szépebb, hogyha így rákeresel erre a, 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 a Alangra Google maps akkor azt látod, hogy, hogy ott állnak a félig, vagy háromnegyedig elbontott hajók ott a, ott a, a sárban, uh -huh. és így minden mocsokra így folyik belőlük vissza az indiai óceánba, és, és emberek... Yeah naponta halnak meg, mert, mert olyan körülmények között dolgoznak, tehát ugye szokásos sztori, hogy a nyugat kiszervezi a hulladékát keletre, aztán meg néha számon kéri ezeken a helyeken az emberi jogokat. Láttunk már ugye ilyet sokszor, nem is ez a lényeg, és hogy baszik, elképesztő. Nagyon, nagyon, szeretném megnézni, ilyen, ilyen bódéváros van a kikötőkben. Ahol, a, a igen, mert hogy ilyen 40 ezer ember megérhetését biztosítják a bontók maguk, és van még hozzá ugye a kiszolgáló személyzet, ami 200 ezer ember, és hogy India északi részéről jönnek ide dolgozni, mert napi egy-két dollárt is megkereshetnek, ami egy ilyen beláthatatlan összeg otthon. Aha. Emiatt aztán virágzik a prostitúció, mert hogy valamivel el kell foglalni a munkásokat, amikor, amikor nem dolgoznak, ami miatt meg rengeteg betegség, ilyen éc, meg ott tombolnak. Szóval, hogy de hogy megéri csinálni, mert hogy 2006-ban, amikor elbontották a Clemenceau nevű francia ilyen tengerjáróhajót, ott 22 ezer tonna újrahasznosítható acélt nyertek ki belőle. Meg hát nyilván rohadt egy biznisz van rá, mert ugye ezeket arra készítik fel, hogy hónapokig vannak a tengeren, uh -huh. és emiatt 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 szórakoztató elektronika kényelmi extra, stb. Tehát ezeket Minden mondják is, ki. Van benne. Igen, 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 igen. Elképesztő, elképesztő. Nagyon megnézném amúgy el kéne vinni polkót, hogy... Igen, egy rendes bontó. hogy <laughs> az ő tapasztalatait, az ő tapasztalatait <laughs> össze mm, összevetni az, hogy, 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 milyen ott Indiában, igen. Nekem Ön... Um, uh, jutott eszembe erről, hogy folyik minden vissza az óceánba, őt szegényt meg itt Már nem? Látottánk. Ugye ez volt a hétvégi podcastnek a tanulság. Nem vagy. néztem még meg. Szégyed magad szégyenbe Beülök a sarokba, és szégyellem magam. <laughs> nem, el, a, sarokba, a műsor hátra lévő a sarokba, és hallgass meg az MH ban <laughs> amit Nem, Ami tök jókat mondott, ugye, az a nagy tanulság, hogy nem kell börtönbe mennie, de még felfüggesztetet sem kap. Illetve autóbontásért, mert kimondta a hatóság azt, amit ő egy éve mond, hogy nem bont autót. Egész gyorsan sikerült eljutni erre a pontra nekik is. Igen, igen. Úgyhogy ez volt. Ugye vége felé közeledve. Mi lesz a hétem? Fogalma sincsen. Nem tudom, minden, nagyon sok mindent. Ugye kell foglalkozni a gonosz swift A második évad, mert megvan az autó, megvásároltuk, az sikeresebb volt, mint az előtte meg, meghiúsult autóvásárlás. Nagyon kakas a gép, nem tudom, hogy nézte, de már, de ha nem, akkor érdemes. Nem, mindjárt meg megtekintem. Oliver mondta is, hogy ilyen drága, még nem vett swift -t. Hát kemény úgy igen. Szóval azzal kell foglalkoznom, és azon kívül pedig Hát az E60 továbbra sem működik, sajnos. Mi baj az E60-nak? Azt látom, hogy folyamatosan Vezérlő szerelődik, de hogy... mostanában beindul és leáll. Jeladó, főtenge jeladó hibát ír, de már Misi cserélt rajta a motorkábel köteget, nem oldotta meg, és a vezérlőt, ahogy szétszett, akkor látott valamit, hogy mintha egy alkatrész ide volna róla. Új ez szóval. Misi, már én tudom ki Misi, de hogy azoknak... Aki az a... x 5 is helyre BMW, a helyi BMW szerelünk, aki... Ő Segít. Én nem tudom, hogy szereti ahogy hogyha így hívjuk, de akkor, akkor mondjuk azt... Akkor BMW pápa. <laughs> Dízel Nem az a tór. Nem, nem, igen. Szóval nem, nem aggatnék rá ilyen ö, neveket, mert nem szereti, ö, hogyha, hogyha ilyeneket mondunk rá. Egy ö, lelkes nézőnk, aki felajánlotta, hogy szívesen segít nekünk, és így is tesz. Pénteken nagyon sajnáltam őt, mert amíg mi itt autóztunk vidáman, ő egész nap szívott az e 60 nal <laughs> és nem, nem lehetett túl jó, miközben ti ezt hallgatod, miközben az utolsó idegszálaiddal próbálod beindítani az e 60 at Itt kérem, tartalomgyártás folyik, ennek kell alárendelni a Így van. gondoltam, mutatok egy képet az Alangi hajóbontóról. Így néz ki műholdképről. Ugye? Strandolni akarsz. Azok ott olajfoltak? Hát nem akarom tudni. Valószínűleg, az nagyon kemény. valószínűleg már megéri kitermelni a homokot, <laughs> <laughs> és fűthetsz vele. <laughs> fűthetsz vele, igen. Ja, szóval igen. Ez, van, ez van a hétre tervezve. Ö, hamarosan nyílt nap. Ú, igen, nyílt nap. Elfogytak a jegyek, úgyhogy erről nem tudom, hogy van-e értelme információt megosztanunk. Fölöslegesnek látom. E-mailben fogjuk értesíteni mindenkit, aki, aki jegyet váltott. Így van, nem? és abban benne lesz minden részlet. Nekem is a privát Facebookomra jöttek kérdések, hogy anti anti nyílt nappal lenne kérdésem, szándékosan nem válaszoltam, mert az e-mailben minden információ, hogy hol lehet parkolni, mit lehet enni, mit lehet csinálni, meddig lehet, mindenről tudni fogtok annak, a... amikor eljön annak az ideje. Az lesz, hát a Check engine -en van az a jó kis podcast így ma, aztán lesz valami turbós összkerekes, rallipálya szökevény, hm. egy Nissan Sunny GTI-R, nagyon-nagyon... Gétér. r nagyon, nagyon... G -tír. G -tír. Van D-tír, g gétír. Ez egy gétír. Meg ö, ha minden jól megy, lesz még egy ö, Nekem. Audi e-tron GTR-es videó, amiben lesz szokás szerint egy kis hozzáadott érték. Ez leforgott már? Természetesen. Hát leforgott mikor volt ez? Lett? Jó rég. De a, ja, ez még az? Ez még az, persze. Jó. Ah, Azt hittem az forban. igen most Vég rend, Új termelési válsága van a CheckEngine csatornának, hát. nem tudjuk kitenni a videókat. Szomorú dolgok ezek. Szomorú dolgok. és forgatnunk kéne nagyon sok mindent, annyira jók is témák várják, hogy leforgassuk. De... Főleg, hogy nekem is ugye van kettő beragadt anyagom, van egy S600 motor felújítás, ami várja az a eneos e, akciót, hogy minden feltétel adott legyen, hogy megjelenhessen. Mert egy promóciót kötünk hozzá, hogyha a szakálmetánál vásároltak, akkor ajándékba kaptok X összeg fölött. Mert nekünk akkor jó? Ha nektek jó? Így van. Nagyon menő pólót fogtok kapni, szóval erre vár az S600-as videó, illetve az X5 német túrán pedig azt várja, hogy a nagycsatornás anyag elkészüljön belőle, és ez akkor tud megjelenni. Igen, itt volt múltkor egy kis félrekommunikálás, úgyhogy az anyag kész és megtekinthető. Ú, azóta se néztem meg. Ne is Na, se. Két Én, is kell megnéznem. Én is szeretném, mert engem is nagyon érdekel. Aztán, igen, én meg közben most letöltöttem tegnap ide az kis ssd az összes gonosz swift et ami megjelent, és egy gonosz Swift best of videó összevágására vállalkoztam ma meg holnap. Ugyanis hamarosan elárverezzük a Swift gépjetelőjét, és ez jótékony célra megy, gyerekkorház számára fog menni, tehát nagyon, nagyon jó helyre fog kerülni minden pénz. Én bízom benne, hogy azok az emberek, akik részt vettek, párukkal, mert felvettem a kapcsolatot néhányukkal, segíteni fognak ennek a promotálásában, és bízom benne, hogy valaki irreálisan nagy összeget fog kifizetni egy öreg Swift géptetőért, egy horpat öreg Swift géptetőért, amit azért néhány notabilitásnak az aláírása Igen. értékesít. Növeli az értékét, nem tudom. Növeli néz. az értékét, mert értékesíteni majd árverésen fogjuk. Így van, abban bízom, hogyha a Magyar Péter szemüvege elment három milláért, ami szintén jótékony célra ment, és szerintem a legnagyobb geg volt, amit megérthetett. Remélem a következő az öv lesz, amit elárverezik. Láttad a hétvégi tüntetésről a képeket? Nem. De Debrecenben tüntetett, és a, a, helyi, a, a helyi, hát most nem tudom, hogy a Fidesz, vagy a Fidesznek valami alszervezett, nem tudom, telerakta ilyen áthúzott övekkel a teret, ilyen képekkel. És akkor valaki mondta, hogy hát ez a kép Nobelt díjas. Uh -huh. Ez rosszabb volt, mint ha én találtam volna ki. Ne, nagyjából, ha pont olyan. Na mindegy, szóval, hogy bízom benne, hogy, bízom benne, hogy ahogy Magyar Péter elment három is ér, úgy, úgy pár száz húzunk behúzunk a Swift géptetőre is. Bízom benne, hogy a jótékony cél meg fogja mozgatni a kedves nézőinket. Így van, meg hogyha valaki érted megveszi, akkor még fölakadja a Swift is. akkor... Főleg, ha van neki. Főleg, ha van neki. Tehát, ha valaki egymillióért venne egy géptetőt egy öreg Swiftre, akkor váljuk szeretettel, mert a lehetőség adott lesz erre is. Itt van egy heti Zsolti. Hegyő? Üdvözöljük. Azt hiszem, egy ne politizáljunk. Ne politizáljatok, -e? ne? Az a csatornának uh, amúgy is jellemzője. Na de, menjünk dolgozni, mert nekem nem menjünk. lesz best of gonosz swiftem. Nekünk meg nem lesz gonosz swiftünk. Nekünk meg nem lesz gonosz. Azt kezded ma? Muszáj lesz elkezdeni, amúgy igen, mert a nyományt ott is vissza kell hozni az életbe, hogy uh, stabil legyen a sárkány, aztán pedig meg Tart. kell tenni az átalakításokat, amiket megkövetel. Ne előjük még le, bár nyilván itt most már kevésbé lesz titkos. Hallod, múltkor valaki megkérdezte az amt és nyilván ott személyesen elmondtam, és valaki kihallgatta és felrakta az internetre komment formájába. Kedves emberek vannak. Meg kell De szó Nem egy rossz indulatú dolog volt, ez csak... Csak nem is jó indulatú. Meg kell találnunk és le kell vadásztuk. Jó. <laughs> Jé, és Néma Bobban, amikor mennek Igen. a... Jó, úgyhogy ne, felejtsé, felejtsétek el. Feliratkozás, like, csengő, Patreon, webshop. Így van. HDTK jegyek, ú, uh, meg fog állni a TikTok live, várjatok csak egy Igen. kicsit. Igen, Megállt. Igen. Na, nem is baj, hiszen befejeztük a mondandónkat. Szóval HDTK egy webshopban, amonoliver.com és Terudi kulcs tartó, amivel lehetőségetek nyílik, hogy beüljetek 12-töknek a Terudiba. Így van, és nagyon bízom hogy a következő podcastünknél már azt fogjuk megbeszélni, hogy mit csinálunk a Norsleifén. Pontosan. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Kellemes hetet, sziasztok.